A Zeneosszal és a Szakálmetállal ismét jöttünk nektek egy kis Jariszos promócióval. Egy ilyen nagyméretű egérpadot lehet most kapni ajándékba igazából minden 5000 forint fölötti vásárlásnál, amit a Szakálmetál webshopján intéztek. Na most ehhez egy pár dolog, amit tudni kell, hogyha most regisztráltok, tehát még nem volt regisztrációtok a Szakálmetál oldalán, akkor a regisztrációnál is használjátok az Oliver Amon kuponkódot. Ezzel minden termékre kaptok egy állandó kedvezményt, majd, hogyha vásároltok bármit 5000 forintnál nagyobb értékben, akkor a vásárlásnál be tudjátok írni az Oliver Amon kuponkódot, és ki tudjátok választani azt, hogy kértek mellé egy ilyen egérpadot, és ajándékba küldik mellé. Úgyhogy érdemes élni a lehetőséggel, nincs túl sok, úgyhogy siessetek. Most egy olyasmi videóra készülünk, mint a 6.3 GT-vel. És ennek nagyobb a motorja, mint a 6.3 GT-nek volt? Amúgy igen. Mert nem csak a felirat 5 liter, hanem itt valóban. Nem tudok róla semmit, pont ez a szépsége, hogy először megismerkedünk magával a kocsival, aztán jó, nyilván ilyen apróságokat tudunk, hogy milyen motorja van, meg milyen váltója, meg van benne egy hátsó diffi, de hogy nem mentünk bele a dolgokba. Ez a GT verzió, tehát ez egy ilyen túrásabb, lesz majd nálunk a Dark Horse is, abból egy kéziváltós, úgyhogy arra tartogatjuk magunkat igazából. Most pedig megyünk egy ilyen mátrás kis túrát, mert hogy ez arra való, hogy túráz, úgyhogy autópályázunk, szerpentinezünk. Hangja van? Berakom racéba. Egész jó. Nyugi, nem ideg a motor, mert már reggel ezzel bejöttem. Kéziféket kiengedni úgy tudod, hogy lefele megnyomod, mert ugye... Ja, igen? Aha. De ezek kioldanak maguktól. Annyira most, vicces. Most behúzta. Hallod a kis elektromos. És hogyha gázt adok, akkor kioldja. Kioldja, de nem túl szépen. Mindegy, én elindulás előtt kerestem, hogy hogy van, és akkor mutatta, hogy nyomjad meg lefele. Nekem tetszik a Fordnak alapvetően a infotainmentje. Pont a Mercin gondolkodtam, nem a GT, hanem azóta volt nálunk egy új E-osztály. A plug-in hybrid E-merci. És annak ugye itt van egy óriás képernyője. Uh-huh. Nekem nagyon nem tetszett az, hogy van egy hatalmas képernyő, és hogyha Apple CarPlay-t használsz, akkor egy kis kockában működik benne az Apple CarPlay. És hogy ott van, látszik mellette az a sok haszontalan felület, hogy egyszerűen nem... Nincsen jól optimalizálva. Nincsen optimalizálva, nem is érdekelte őket. Na, ahhoz képest ez is, meg a Raptor is jól van kihasználva, és nézd, itt össze tudod húzni. Hoppá. Azért menet közben ezeket a érintőképernyőket nyomkodni. Szóval tudod így is használni, még bőven teljes értékű a CarPlay rész, de ki tudsz ide tenni egyéb autóval kapcsolatos dolgokat. Tök jó. Azért ez a nyersesség, ez nem sok autóban van szerintem mostanában meg. Igen. Jó, azért ezeket szeretem. Ugyanaz a 10 sebességes váltó van benne, mint a Raptorban, meg gondolom a Broncóban. Inkább az a fura benne egy kicsit, hogy annyi sebesség van, hogyha csak úgy utazol, és eszedbe jut, hogy most egy kicsit haladnál, akkor szerintem egy kicsit lassan reagál. Ha alapvetően sportban vagy, akkor pedig folyamatosan fordulaton tartja, nyilván úgy zabál, mint állat. De úgy azért sokkal jobb a reakció. Ami kellemes, így a jelenlegi padon a tújkocsikhoz képest, hogy itt gombok vannak a kormányon legalább. Nem az érintés. Minden más itt tapipad, de legalább itt rendes nagy gombok, tök egyértelműek, és itt van a módválasztó. Tehát itt egy két gombnyomással normálból átmegy sportba, vagy trekbe, 17 literes átlagfogyasztás. Akkor szeretél is a benzint. Hát azért csak V8. Megállunk egy pillanatra, és megnézzük egy szokásos reklámot, egy K-vertikál jelentést, jelen esetben egy Infinity-ről, ami elég csúnyán összetört, itt már rögtön látjuk a képeket, hogy kb. Úgy néz ki, mintha bontották volna az autót 2018-ban, aztán 19-ből pedig már összerakott képek vannak, itt valószínűleg vizsgáztatás közben. Na nézzük meg, hogy mit tudunk. 18-ban sérült a kocsi, ugye ott láttuk azokat a képeket, aztán 22-ből van egy ilyen 8-12 milliós becslésünk. Idővonal az Amerika, majd 19-től Magyarország mai napig. Úgyhogy nagyjából ennyi a lényeg, ezt ebből az állapotból
felhúzták egy, hát kívül teljesen tökéletesnek tűnő állapotra. Hogyha szeretnétek lekérdezni autótokat, akkor az Oliveramon kuponkóddal 20% kedvezményt kaptok. Barát Sasvár. Ez a töltőpad, ez nagyjából csak arra jó, hogy felforralja a telefont, és amiatt fog kikapcsolni a telefon, hogy túl melegedett, de nem tölti. Ez egy sajnálatos dolog egyébként, mert elég praktikus és hasznos dolog lehetne. Teslában pedig tök jó. Gyorsan is tölt, jól működik, csak Teslát nem veszünk. Meg ott legalább CarPlay nincsen. Ja, igen. Visszateszem normálba. Ja, és akkor van ugye egyedi mód, és van csúszós, igen, slippery roads, amit én tegnap kipróbáltam Serpentinen a szakadó esőben, és egyébként jó, szóval érdemes használni, hogyha már ilyened van, de úgyis simán keresztbe áll, hogyha egy kicsikét hülye vagy, egy kicsikét hirtelen adsz gáz mondjuk egy kanyarban, vagy ki akarsz menni előzni, és például ezért fura ez az automata váltó nekem, mert automata módban nem merek egy előzést megindítani, úgyhogy úgy lenyomom a pedált, mert a franc tudja, hogy mennyire fog megindulni, hogy most hirtelen milyen nyomatékot ad rá, nem érzed, szóval jobb manuálba kitenni, és akkor úgy szépen adagolni a gázt, mert ha teljesen értelmesen akart megcsinálni egy előzést, nem fénysebességgel, akkor is benne van az, hogy úgy elkezd mocorogni a segge közben. Megcsinálok egy nullázást, hogy lássuk azt, hogy ez a mai kör, ez milyen lesz. Hogyha már GT, és ezzel túrázni kell, akkor nézzük meg, hogy mit tud. A Mercinél biztos jobb lesz. Mondjuk reméljünk pályára vele. Igen. Meg a Merci árából 4 ilyen Mustang jön ki. Akkor a tankolás is a negyede kell legyen. Igen, ez így arányos. Most volt egy bejövő hívás, és ezért tűnt föl, mert le akartam tenni, de nincs a kormányon telefongomb. És emlékszem, hogy a diesel Raptoron van, de a benzines Raptoron szintén nincsen. Mert a Raptor gomb van ott. Mert a Raptor gomb van ott, igen. És szerintem amúgy ez elég szar, szóval Az egy olyan dolog, igen, amit úgy oda se kell nézned, látod, hogy ki hív, puf, rányomsz, hogy fölveszed, és elég egy gombra, nem kell kettő, hogy egy fel meg lerakás. Igen. De nem, itt neked mindenképpen a érintőképernyőn el kell, hogy találd azt a gombot, hogy te most felveszed a telefont. Legalábbis a jelenlegi tudomásom szerint nincs más. Nincs szerintem. Rendesen jól néz ki szürkébe ez a Swiftport. Leértünk Gyöngyösre, és tök kényelmes a kocsi autópályán, szóval kifejezetten jó utazókocsinak mondanám. Egy érdekes dolog van, ugye óriási ez a motortér, mármint a motorháztető, és egyszer libeg menet közben, szóval megálltunk megnézni, hogy biztosan jól le van egy csukva, mert mozog. Középen gondolom, egy ponton van rögzítve, igen, és azért a széleinél nagyon rángatja. Nem kifejezetten zajos a kocsi, az ülések kényelmesek, úgy az egész pozíció teljesen tágas jó. Tágas is. Aha, úgyhogy simán el tudok benne képzelni egy hosszabb utat. Itt egy Raptor. Na, mit vennétek inkább? Írjátok meg kommentben, Raptor vagy Mustang? Mondjuk egy Dark Horse manuál, vagy egy Raptor automata. Te mit vennél? Raptort, gondolkodás nélkül. Igen? Azért ennek van egy kiállása. Azt a nagyobb kereket azt igényli, szerintem. Igen. Mármint nem a felnit, hanem a gumit. Gumi, aha. Egyel ballonosabb. De tetszik. Még egy praktikus dolog egyébként, ezt ma reggel állítottam be, mert reggel 6-kor indítottam be a kocsit otthon, és még tegnap este láttam, hogy van ilyen okosság benne, hogy quiet start. Hogy ne ébresszem föl a kislányomat még reggel 6-kor. És hogyha ezt bekapcsolod, akkor be tudod állítani azt, hogy milyen időintervallumban indítsa automatikusan halkan magát az autó. Tehát este 10 után, meg reggel 8 előtt mindenféleképpen halkan fog indítani, ami szerintem tök jó. Így is van hangja, de sokkal halkabb, mint hogyha normál módban indítanád be. Hát vagy track módban esetleg. Igen, de az mindenképp praktikus, hogy reggel 6-kor lemész, gyújtásra teszed, track mód, és utána indítasz rá. Tehát azt csinálja az igazi jó szomszéd. Gyere! Én biztos így indítanám minden reggel. És hagyod járni még egy 10 percet a ház előtt. Még visszamész, megiszod a kávét, és utána. Ugye van egy kis csillag, egy kedvenc gombit alul, és akkor most az van, hogy a kipufogót tudod
elhalkítani vele. De akkor ezt a hármat tudod, és nem is tudsz hozzáadni semmást. Gondolom, hogy ennyi, igen. Mondjuk ez a legjobb a kibufogó. Ja. Zene, cucc, az egyébként... Bengen Russen, úgy nézem, itt középen azt írja. Tönnek is logó. Igen? Aha. Tetszik? Nem. Hm. Szerintem én úgy emlékszem, hogy a Raptorban jobb. Jó, mondjuk nyilván egy idő után, hogyha ezt napi autóként használod, akkor... Megszokod. Már nem izgat fel ez a V8 hang, de nem jutott eszembe zenét hallgatni tegnap. Fogyasztás, 13,6 literrel jöttünk le, 64 kilométert jöttünk idáig. 94-es átlag sebesség, ugye autópályán jöttünk, pályán nulláztad. Szerintem ez az autó, ez nem megy 15 alá, így átlag használatban. Az biztos. Azért leszek kíváncsi a kéziváltósra, mert nekem a gázreakció is egy picit olyan, mintha úgy csúszna az egész. Hogyha hirtelen odalépek, akkor egy kicsit olyan, hogy nyúlik, tudod, nem direktben megtörténik az a gázreakció. Most itt szárazon azért van tapadás. Az nem rossz hír. Nagyon. És milyen kormánymódban vagy? Vagy ezt ilyenkor móddal rakja? Hát gondolom, mert beraktam track módba most. Sport, aha. Ja, és nem is tudod kivenni. Na. Szóval ezt most hiába nyomkorod, ezt ő tudja, hogy így jó. Így, hogy már száraz az út, meg jó minőségű az aszfalt, így nem érzem azt, hogy hú de túl erős a kocsi, meg hogy meg akarna ölni. Még úgy is, hogy most mindenki van kapcsolva, eszébe nem jut elmenni. De hogy így fel sem merül. És mondom, nagyon nagy a kontraszt, mert esőbe meg egyenesen 120-nál adtál egy gázt, és elkezd így mászkálni. Uh-huh. Úgyhogy érdekes. Mondjuk így a szívómotor olyan lineáris, hogy nem csinál semmi hirtelent. Ja. Még hogyha hirtelen odalépsz, sem. Az se hirtelen. Nem kezd el kitörni egyből. Tehát ennél nagyobb hülyeséget nem tudsz csinálni, hogy kanyarodsz, és közben nyomsz egy ilyen trepnit, de igen. Semmi. Szép hangja egyébként, van. Hogyha már fordulaton mész frankon, akkor tök jó kicsiket ejt a váltó. Aha. Jó tartományba ejti vissza, hangra is jó, meg érzésre is, az olyan haladós. Mert azért nagyon sokat forog. Tök jól kanyarodik a kocsi. Pedig könnyűnek biztos, hogy nem könnyű amúgy. Hát gondolom ilyen 1008, nem? Nem tudom pontosan, de kettő körülre tippelném, igen. Mondjuk itt már megint kicsit nedves, ha? Aha, jött egy kis jön. Nedvesség, aztán... Rögtön jön a váratlanság. Ki gondolta volna, hogy a nedves úton már megy a seggel? A vízes fűvön csúszik, de fura. Direkt próbálok úgy menni, hogy váratlanul menjen el a kocsinak a segge, de nem. Nem, ez most rendesen betopott. Nyilván meg is van melegedve ez a gumi. Mitől? Most ezt komolyan kérdezed? Nem. Ja, jó. Ott azt hiszem, ezen a részen már nincsen normális előzési lehetőség. Thank you.
Szerintem kanyarodni nagyon jól tud, nem? Igen. Érzésre is, hogy úgy egyáltalán nem túrja az elejét, és amikor már úgy érzed, hogy gyorsan fordulsz, akkor még egy kicsit ráhúzol, és simán utána fordul. Teljesen kellemes. Ja, így automatával, szárazon, ez az autó nem akar driftelni egyáltalán. Nekem érzése rendesen veszélyes volt ezzel vízben menni. Hogyha egy olyan ember beleül, aki mondjuk nem elég óvatos, azt szerintem pikpak összetöri. És állítólag törtek már össze Mustangot. Azért, mert elindult a segge, és nem tudták megfogni. Hát nem hiszem. Még az interneten sem láttam ilyen videót. Nem tudom. Én is csak hallottam. Mentünk most itt egy pár kört, így oda-vissza. Dani csinált egy pár külsőt, aztán most csak visszanéztem ide a műszerfalra, és most ment le 2.6-ra a jobb első. Egyébként felment 2.7-re a guminyomás. És amúgy jók ezek a gumik. Szóval most, ahogy így megmelegedtek, igazából sehol nem éreztem azt, hogy fú, itt most már a gumi elfogyott, és a kocsi még tudott volna többet. Brutál jól fordul, tök megbízhatóan tapad, és egyáltalán nem akar tényleg táncolni a segge. Jó reggelt! A GT-ben milyen hátsó diffű van? Ez a lamellás sper, ugye? Igen, a sima GT-ben lamellás van. És ez hűtve van valahogy? A sima GT-ben nincs. Az jó, csak a Dark Horse-ban. Akkor a Dark Horse-ban van a torzen hűtve, aktív hűtéssel? Igen, igen, abban rendesen van egy olajszivattyú, meg egy hűtő hátul. Aha. Az erősebb is, ha igen, akkor mennyivel? Hát, itthon csak 10 lóerővel erősebb, azt hiszem 10 lóval erősebb a Dark Horse-nak. Akkor az a 450 lóvas, az akkor meg 440. Az is ugyanúgy szívó V8. V8, igen, csak abban például 5-2-es hajtókarjai vannak. Aha. Meg ilyenek, de azt hiszem a sima G volt a hajtókar és a főtengely. Kovács volt? Igen. Ah, csak pont beleszakadtál. Ah, ott van jó emberem, Anti is. Ja, ti forgattok igen. Most. Két ellentétes autót forgatunk autó, igen. Egy időben. Ti jót szerpentineztek a BYD-val? Persze, persze. Bikázni még nem kellett, ugye? Ezt még nem. Jó. Majd szólunk, hogyha kell, jó? És akkor gyertek. Akkor leugrunk, csak nincs benzinünk annyi. Gondolom. Anyagokról amúgy mi a véleményed? Ja, itt szól, hogy ha ül egy gyerek hátul, ezt mondjuk ki lehet kapcsolni? Igen. Mert itt nem szoktak gyerekek ülni. Nem úgy, mint a Yarisban. Igen, Yaris az jó. Gyerekes kocsi. Nem rossz, amúgy néztem, hogy ez ilyen kicsit... Kicsit műanyag. Műanyagos, igen, de hogy amúgy meg, mit tudom én, amihez úgy nagyjából hozzáérsz, az műanyag. De most ezt néztem, hogy ez is itt műanyag, ez is műanyag, hogy így egy-két dolog könyöklő, nyilván bőr, és amúgy az szép, meg a kormányra is azt mondtad, hogy jó, szóval rossznak semmiképp nem mondanám. Az biztos nincs meg, amit régen mindig mondtak, hogy ilyen gagyi amerikai autós. Meg nyikorogni se hallottam, nyekeregni, ahogy jöttünk idefele. Szóval amúgy vállalhatónak tűnik. Tetszik az, hogy elférhetett volna itt egy sokkal nagyobb pelni is, de inkább egy balonosabb gumival van egy kicsi 19-es kerék. De hogy tényleg egyébként... Jé, ez... kettő féknyereg van rajta. Igen, igen, egyik a kéziféki. Wow! De hogy szerintem mostanában nagyon szokás ezt a túl nagy felnit rátenni pici per 30-as gumival, ez pedig 275-40 R19. És százszor jobb szerintem, mint egy ilyen. Nem is áll neki rosszul. És még jól is áll igen. Neki az, hogy nincsen ez a kicsit ilyen izomautósabb feeling egyébként, ja. Szóval megmaradt. Meg szerintem kényelmesebb is, meg jobb az is. Az biztos, hogy itthon ezekre az utakra sokkal használhatóbb. Rendes volt az idő, mert megvárta, hogy befejezzük a forgatást és megebédeljünk, aztán most kezdett el szitálni. De ez abból a szempontból jó, hogy legalább főnököm el tudja mondani, hogy egyébként, milyen érzés. Egyébként ez egy jó aszfalt. Szóval ez Pomás Szent Kereszt közt nem mondható el. De szerintem itt nem lesz olyan vad. Szóval most nyomunk egy kettest. Semmi. És fékezésnél? Fékezésnél felgyorsul.
Ja, aha. Na de érzed amúgy, hogyha mégis igen, elmegy, akkor viszont nem, jó. Nem finoman, hanem akkor úgy... Akkor kapja fejedhez gyorsan. Szóval nem jut eszembe, hogy nekem ezzel van kedvem keresztbe menni. Lehet, hogy a szándékos. Mondjuk általában egy tapadásra hangolt autón nem jó érzés, de meg a túltapasztott gumival is ez a helyzet, hogy driftautók is most már olyanok, hogy egyébként rohadtul nem akarnak driftelni, mert annyira tapad. És nagyon agresszívan kell kezelni. Ilyen utcai játékos driftre meg az a jó, hogyha mint a 202 tudod, hogy ilyen nagyon barátian megy. De egyébként ilyenkor érezni azt, hogy amúgy pedig a diffi az tök jól dolgozik, mert olyan egészségesen akar hajtani kerül, előre. Ha. Nem az van, hogy... One tire fire. Azért jó érzés. Dolgozni van. Kell. Igen. És hogyha ez téged váratlanul ér, akkor biztos, hogy eldobod ezt a kocsit. Biztos. Főleg úgy, hogyha tényleg bekapcsolt elektronikával csinálja ugyanezt. Akkor nem tud ennyire elmenni, de akkor is elmegy úgy, hogy egyébként nem mutatom, hogy mit csinál. Szóval de az meg akkor talán még rosszabb. Várjál, lejövünk tök normál módba. Sőt, legyünk extra elővigyázatosak, és menjünk csúszós út módban. De, és ez vissza is kapcsolt az elektronikát. Aha. Mondjuk most manuálban van. Jönne jobbos, aztán megnézzük, hogy mit produkál. De azt hozzá kell tenni, hogy ez itt most egy nagyon jó minőségi út az átlaghoz képest. Na, ez most itt nagyon, nagyon jó. Padlógásznyomok. Tényleg? Padlógásznyomok. Villog is mondjuk a kipörgésgátlónak a kis ikonja. Ez most teli. Na, gyorsul, ahogy lehetőségek engedik neki, ez viszont nem rossz. Ez is padló. Akkor ez a slippery road, ez jól működik. Ez padlógáz most is. Ja, ez akkor... most olyan, mintha bekapcsolnál minden asszisztot a automobilista kettőben, tényleg. Padlógáz, állok a gázon, és 70-nel megyünk. És amikor nyíl egyenes van, akkor megengedi, hogy menjél. Szóval nem az van, hogy szakad az eső, és tudod, víz folyik az aszfalton, hanem ez most csak benedvesedett. De ez, ugye amikor de elkezd tegnap... esni, az a nagyon finom réteg, annál ez már jobb, mert itt már rendesen igen, vizes, csak még nem folyik rajta. Igen, tegnap az egy szélsőséges körülmény volt, az nagyon vizes volt úgy. Ez azt mondom, hogy ez itt tök jó munkát végez ez a slippery csomag. És normálban, hogyha megnézzük. Normál mód. Most a teljesen szóval ugyanúgy bekapcsolt elektronika. Tudod, itt már azért úgy bele kell. Akkor ott az elektronika elővigyázatosabb. Mondjuk itt is tanul. Tanul a hibáiból. Tényleg, mert elsőre sokkal durvábban ráengedi, most pedig már nem. Aha. És ezt érzem. Mondjuk ahhoz képest, hogy ez bekapcsolt elektronika, azért kitört a segge. Szóval ezeket meg kell fogni, ezt nem tudod úgy elengedni, hogy te bele se kiközítasz, és majd ő megoldja, mert ez azért annál már több. Mondjuk itt ugye hozzá tartozik, hogy a kanyarba itt rálépsz, de egy előzésnél simán lehet, hogyha kanyarba akarsz előzni, akkor előáll ez a helyzet. Ja. Jó, de ez egy 450 lóas hátsókerekes autó, igen, szóval... Meg kell menni vele vezetéstechnikai tréningre, gyakorolni, és akkor nincs pálya. Akkor visszatehetjük trackbe.
Végül is hogy állunk egy ilyen 24-23 literes átlaggal teljesítjük a napot? Hát hazafele ez fog még lejjebb menni, de most így a nap középső részén. Gyakorlatilag ilyen szerpentines menetben kb. Mint a GT. Amikor csak mendegéltünk, az is ilyen 24, aha. És a pálya, a pálya az fölvitte 70-re. Ez a világító küszöb meg ott a kilincse, vagy a pedálon a világítás, egy kicsit emlékeztet a cuccokra, amit az E60-hoz rendeltem Temurokon. Igen, ez most rózsaszín, de ezt a Nara állította be. Há, mert neki jó ezt tetszett. Van. Igen, de egyébként állítható minden, My Color. És akkor külön tudod a display-t, meg a hangulatvilágítást állítani, és jó. Most például ez rögtön kék lett. És a Mustang felirat is. A pedált is világítja. Ja, meg a lábadat is kéken világítja. Vagy ilyen lilásan most éppen. Ez a kis oldal zseb pedig ilyen nagy. Hogy oda még bemegy, egy víz hátra csúszik. Így. Szóval két fél literest, ez benya. Mai túránkat egy 4 óra autózással 19,4 literes fogyasztással zártuk, ami szerintem teljesen vállalható, ez olyan, amilyen. Ezek sosem fognak igazán keveset enni, és nem is érdemes nagyon ezt figyelni. Az autóról nekem az a véleményem, hogy ilyen túrás kocsinak marha jó, kényelmes, jót lehet vele autózni a szerpentinen. Összességében balanszban van önmagával, szóval ehhez a teljesítményhez szerintem minden jó. Jó a fék, jól fordul, úgyhogy egy erre teljesen alkalmas autónak tartom. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Dark Horse az mennyivel lesz agresszívabb, vagy nyersebb, vagy miben lesz igazán más. Például az a torzen hátul, ez egy érdekes választás szerintem, hogy lamellás helyett abban egy torzen van. Matyó közben halad. Írjátok meg kommentben, hogy csináljunk-e még ehhez hasonló anyagot, mint az AMG GT is volt. Ez most nyilván nem volt annyira színes, mert nem volt ebben versenypálya, de gyakorlatilag a formátum az eléggé hasonló, mert kb. Fogunk egy GoPro-t, és megindulunk útnak, aztán elmondjuk az instant tapasztalatainkat, meg benyomásainkat ezekről a kocsikról. Nyilván ezt főleg érdekes autókkal van értelme csinálni így részünkről, de azért időről időre megfordulnak itt érdekes autók. Check engine anyag is lesz. Antiék voltak egy teljes Mustang túrán, tehát ők már vezették a Dark Horse-tól kezdve szerintem az összes modellt, úgyhogy az a videó majd érkezik check engine-re, nézzétek meg ott is, ezt pedig írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, aztán jövő héten találkozunk. Sziasztok!